Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt újra a bevezetés a programozásba, és a mai nap az osztályokról fogunk beszélgetni. Meg fogjuk nézni, hogy mik is azok az osztályok igazából. A korábbi adásokban már volt szó róla, hogy hát vannak ezek az osztályok, sőt már csinálgattunk is ugye a számológépbe például a token vagy a token stream osztályt. Hát most megnézzük, hogy tulajdonképpen mi is ez. Nem olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy mélységekben. Csak az alapokat. Ez lesz a mai téma. Vágjunk is bele, és pici előadással, a szokott módon felvezetjük ezt a igen fontos témát. Jó. Szóval, osztályok, meg pár egyéb apróság is lesz majd, ami fontos lesz az osztályok, illetve úgy általában az absztrakció kapcsán. De miről is lesz szó? Ugye beszélünk az osztályokról, megnézzük, hogy mi ez a interface meg implementáció, és hogyan is tudjuk ezt kezelni. Beszélünk a konstruktorokról, illetve tagokról, tagfüggvényekről. Röviden kitérünk majd a enumokra. Hát röviden megnézzük, olyan nagyon hosszan szerintem az enumokról nem lehet beszélni, megnézzük, hogy mik is ezek, és miért is lesz jó nekünk így az osztályok kapcsán. Illetve beszéljünk majd az operátor túlterhelésről is. Nem kell megjegyni. Egyszerűen csak elmondjuk, hogy hogyan kell definiálni egy operátort. Szóval ez a mai menü. Na, de mi is az osztály, és hogy mi is a gondolat az osztályok mögött? Általában ezek egy dolgot reprezentálnak a programunkban. Valamit. Ugye a számológépnél láttuk, hogy ilyen például a token, vagy a token stream osztály, de mondhatnánk a cout-ot is akár, vagy sok más egyebet. Ha egy dologra tudunk egy entitásként gondolni, elnézést, hogy ezt a szót használom, de itt tényleg sok mindenre lehet gondolni, akkor azt nagy valószínűséggel tudjuk osztályként is reprezentálni, és akkor itt láttuk pár példát, én a vektor, a matrix, input stream, valami string, egy ablak, mármint hogy a kijelzőn egy ablak, egy robotkar, valamilyen driver, tehát sok más egyéb, akár egy kép, bármi. Ezek, hogyha így tudunk, akkor ezeket tudjuk, tehát ha így tudunk rájuk gondolni, akkor ezeket tudjuk osztályként is reprezentálni. Jó. Az osztály tulajdonképpen egy típus, ha azt vesszük, amely megmondja, hogy hogyan kell létrehozni és használni a belőle létrehozott objektumot. Jó. Tehát megírjuk az osztályt, azt úgy is mondhatjuk, hogy az objektumnak egy tervrajza, milyen változókból áll, milyen műveleteket lehet rajta végrehajtani, és ezekből készítünk példányokat, amik már ugye konkrét objektumok. Hát ilyen például a token objektum is, ugye megírtuk az osztályt, ugye az a tervrajza, volt benne egy buffer például, vagy lehet, hogy ez a token streambe volt, tokenben ugye volt egy típusa, mármint hogy milyen típusú az a token, az ha jól emlékszem egy karakter volt, volt egy értéke, az egy double volt, hogyha esetleg számot reprezentáltunk benne, illetve volt ugye egy name is, már így a vége fele, ami pedig a változót deklaráltunk, megmondta a változónak a nevét tulajdonképpen, illetve volt ott egy csomó függvény, amivel el tudtuk készíteni, és amikor, tehát tulajdonképpen ez volt a tervrajza, és amikor használtuk, készítettünk egy token objektumot, és ott megmondtuk, hogy az milyen típusú az a token, illetve hogy milyen értéke van annak a tokennek. Jó, hát valami ilyesmire kell gondolni. Ugye amiért fontos, és fontos már így az elején is beszélni róla, hogy C++-ban, és hát minden modern programozási nyelvben egyébként, a nagy szoftverek alapépítőköve. Jó? Hát nyilván a ilyen özönvíz előtti programozási nyelvekben ez még azért nem nagyon volt jelen, de most már azért fontos építőkő. Nyilván azért még vannak olyan nyelvek használatban, amiben nincs, de azért szoftverfejlesztésben azért már eléggé alap. Jó. Na és akkor, hogy hogyan is néz ki? Ugye egy osztálynak vannak tagjai, ezek lehetnek változók vagy függvények, és ezek azok, amik megmondják, hogy hogyan is nézzen ki. Na hát,
Hogyan kell? Ilyet már csináltuk, ugye a class kulcsszó, utána adunk neki egy nevet. Ez lesz a típus tulajdonképpen. És itt a kapcsolatok között felsoroljuk a tagokat. Ugye vannak adattagjai, illetve függvénytagjai. Na most gondoljatok erre úgy, hogy a adattag meghatározza azt, hogy az objektumnak mi az aktuális állapota. Ugye például a tokennél, hogy milyen token van abban az objektumban. A függvénytagok pedig meghatározzák azt, hogy azon az objektumon milyen műveleteket lehet végrehajtani. Hát éppen a tokenen olyan sok minden nem lehetett, igazából csak el lehetett készíteni, de erről beszélünk majd, hogy ez egy fontos része a dolognak, hogy el tudjuk készíteni. De nézzünk itt egy egyszerű kis példát, erre az X osztályra. Ugye mondtam, hogy a beszédes neveket mindenképp igyekezzünk használni. Itt van mondjuk egy ilyen integer adattag, egy sima egész. Emma neve, mi más lehetne, ugye a beszédes nevek nagyon fontos. Jó, és itt van egy függvénytag, ami pedig meghatároz egy műveletet ezen az X típuson, vagy X osztályon. Hát itt nem is tudom, hogy mit csinál, valamilyen értéket kicserél. Talán, de teljesen mindegy, valami műveletet hajt végre ezen az objektumon. És akkor hogyan tudunk ebből példányt készíteni, ezt már néztük. Ugye itt a típus, ugye itt pedig a változónak a neve. És akkor innentől kezdve ez az objektum ennek az X osztálynak egy példánya lesz, tehát készítünk egy példányt ebből az X típusú objektumból. Jó. Hát, nyilván itt most mondhatnék egy ilyen példát, hogy tényleg ez itt a típus, mondjuk, mint ha azt mondanánk, hogy int var, csak itt most nem integer készítünk, hanem ilyen x típus, tehát a mi osztályunkból készítünk egy példányt. Jó. És az egyes adattagjait úgy tudjuk elérni, hogy ezzel a ponttal utána dobjuk az adattagnak a nevét, tehát var.m, és adunk neki egy értéket, mondjuk 7. És akkor ennek a var példánynak az M tagja innentől kezdve a 7 értéket fogja fölvenni. Jó, mint ahogy itt is látjuk, ugye, hogy ez az M, ez ugye tagja ennek az X osztálynak, így tudunk rá hivatkozni, így tudunk egy példánynak az adat tagjára hivatkozni, tehát így tudjuk elkérni, így tudjunk például értéket is adni neki. Ugyanígy tudjuk a függvénytagját is hívni, tehát ugyanígy ez a var.mf. Hát az, hogy ez most mit csinál, az már más kérdés. Ugye látjuk, hogy ez egy függvényhívás, tehát ez is ugyanúgy működik, mint a példánytag elérése, csak itt az ugye függvény. Jó, a lényeg a pont. Tehát var.mf, var.m, itt tudjuk a tagokat elérni, az objektumunknak a tagjait. Jó, rendben van. Oké is. Ugye ezek az osztályok felhasználó által definiált típusok. Ugye beszélgettünk erről még a legelején, hogy vannak ilyen user-defined type-ok, vagy felhasználó által definiált típusok. Ha emlékeztek, akkor azt mondtuk, hogy ilyen a string, ilyen a komplex, vagy ilyen a vektor például. Akkor ugye nem magyaráztuk meg, mert akkor még kicsit korai lett volna, de azok is osztályok. Ugye a string az egy osztályban van leírva, egy osztályban írtuk meg az, hogy hogyan is néz ki az a string, ugyanez a vektor, ugyanez a komplex is, ezek mind-mind osztályokban vannak megírva, úgymond. És amikor mi használjuk, mi csak készítünk egy példányt belőle, tehát például a stringből is csak készítünk egy példányt, ugyanígy a vektorból is készítünk egy példányt, amikor használni szeretnénk, és akkor adunk neki értéket, meg ott változtatgatjuk tetszőlegesen. Jó, na. Ugye felhasználó által definiált típus, tehát nekünk meg kell mondani, hogy hogyan is nézzen ki. Ugye a beépített típusokra mondjuk azt, hogy alapértelmezetten tudja a gép, illetve a fordító, hogy azt hogyan is kell reprezentálni a memóriába. Na most a user-defined type-okra, tehát a felhasználó által definiált típusokra ezt nyilván nem tudja, meg kell nekünk mondani, és visszakattintok egy pillanatra, és ez az, ami megmondja, hogy hogyan működjön ez a típus. Ugye itt vannak tagjai, meg vannak adattagjai, illetve vannak függvénytagjai, ez mondja meg azt, hogy hogyan működjön ez az osztály. Tehát ez a típus tulajdonképpen. Jó. És akkor itt ugye látjuk, hogy ugye kétféle
képpen lehet ezeket a, vagy hát pontosabban két része van ezeknek a felhasználó által definiált típusoknak vagy osztályoknak. Ugye van egy publikus része, illetve van egy privát része. Meg fogjuk ezt nézni, meg most gyakoroljuk is majd ezeket, hogy miért is érdekes. Ugye a publikus részre szoktuk azt mondani, hogy az interfész, tehát amin keresztül elérjük, illetve amin keresztül tudjuk manipulálni, vagy elkészíteni ugye a típusból létrehozott objektumot, illetve van egy privát része, ami az úgynevezett implementációs rész, tehát amiben ilyen implementációs részleteket teszünk, például a vektornak azon részeit, ami nem feltétlenül érdekes nekünk, mármint olyan értelemben, hogy nem azon keresztül akarjuk az objektumunk állapotát módosítani. Jó, de megnézzük ezt, hogy pontosan hogyan is néz ki, hogyan is működik, ezen fogunk ma azért elég jó végigmenni. Jó, na menjünk tovább. Aki esetleg használt más struktúrákat, nem gondolnám, hogy olyan sokan vannak köztetek, de azért kicsit beszéljünk róla. Fogunk nézni példát is. Ugye minden osztály, az osztálynak minden tagja alapértelmezetten privát. Jó, hát ez csak egy ilyen implementációs dolog, alapvetően privát. Ugye, hogyha ezt írjuk, akkor az ezt jelenti, tehát mintha kiírtuk volna, hogy privát, és akkor így sorolnánk föl. Jó. Mit jelent ez? Ugye azt jelenti, hogy ha készítünk ebből egy példányt, akkor ezt itt kívülről nem fogjuk tudni elérni. Jó. Kapunk majd egy hibát, azt írja, hogy ez az MF függvény privát, tehát kívülről így nem lehet hozzáférni. Hát az, hogy mi a poén akkor benne, ezt majd meg fogjuk nézni, tényleg a példa kapcsán majd ez érdekes lesz, jó? Annyi a lényeg, hogy így ezt, hogyha az MF az egy privát függvény, de lehetne akár sima adattag is, akkor azt így kívülről nem fogjuk tudni elérni, nem fogjuk tudni használni. Jó. Oké is. A struktúra annyiban más, hogy az egy olyan osztály, ahol a tagok alapértelmezetten publikusak. Jó. Tehát C++-ban az, hogy most azt mondom, hogy struct, vagy azt, hogy class, igazából ennyi a különbség. Jó. Ez tényleg annak érdekes, aki használ struktúrát. Ugye, csak tényleg amit mutatok, hogy ha azt mondom, ha készítek így egy struktúrát, hogy intem, akkor az olyan, mintha egy olyan osztályt készítenék, amiben az M az egy publikus tag. Jó. Alapvetően ezt csak azért mondom el, hogy erre figyeljünk oda. Egyébként C++-ban lehet a struktúrának privát adattagja is, lehet függvénytagja is. Én csak azért mondom ezt, mert figyeljünk oda. Nincs igazából egyéb különbség, használhatjuk, ahogy szeretnénk, de tényleg figyeljünk oda. Jó. Alapvetően egyébként struktúrát ott szoktunk használni, ahol az adattagok bármilyen értéket fölvehetnek, de erről is majd beszélünk, hogy ez pontosan miért is érdekes. Jó. Oké is. Na, és akkor, hogy mi az osztálynak a lényege, és hogy mi is a poén benne, meg fogunk csinálni egy ilyen nagyon egyszerű kis dátumosztályt. De tényleg egy nagyon-nagyon egyszerű kis dátumosztályt. Nem akarom olyan mélységeibe túlforgatni ezt a dolgot, hiszen azért egy dátumot reprezentálni egy ilyen osztályba, tehát nem egyszerű. Tehát a dátum az tényleg egy bonyolult dolog. Csak gondoljatok arra, hogy különféle naptárak vannak, meg mint tudom, most ilyen maja naptár, a jó ég tudja, hogy működik, akkor ilyen kínai naptár, meg van ez a, amit az oroszok használnak, az is egy kicsit más. Szóval lehetne ezt bonyolítani. Mi most itt tényleg egy nagyon-nagyon egyszerűt fogunk, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy mégis hogyan is működnek ezek az osztályok. Jó? És ennek kapcsán ugye arra kell figyelnünk, hogy ez a dátum, ez úgymond valid legyen, tehát egy érvényes dátum legyen, egy olyan dátum legyen, ami valós, tehát létezik. Tehát ne legyen benne mondjuk olyan, hogy február 31. Jó? Ez nagyon fontos. És majd látni fogjátok a folyamat során, hogy ezeket a típusainkat, illetve osztályainkat úgy kell terveznünk, hogy validak tudjanak maradni.
Tehát ne tudjanak akármilyen értéket fölvenni a tagjai. Mert látni fogjátok, hogy a dátum típusnak is van egy év, egy nap, meg egy hónap tagja. No surprise. És nyilván mondjuk az év nem szerencsés, hogyha mondjuk mínusz 10 000. Lehetne mondani azt, hogy hát van annak jelentése, de nem biztos, hogy ezt akarjuk. Vagy nem akarjuk azt, hogy legyen benne 14. hónap. Na most ezt valahogy le kell tudnunk kezelni. Jó? És azt, hogy a típusunk úgymond megfelelő állapotban van, ezt hívjuk úgy, hogy invariant, vagy invariáns, talán magyarul. És ezt azért nem egyszerű meghatározni, már a dátum típusnál se. Nemhogy egyébként, hogyha valami olyan egyéb típusunk van. Jó? Úgyhogy itt erre azt tudnám mondani, hogy a date jelentsen egy múltbeli, jövőbeli vagy aktuális dátumot. Jó? Tehát egy olyan időpillanatot, ami amúgy tényleg létezhet, vagy volt, vagy lesz, vagy éppen ami most van. Jó. Na most, hogyha ezen nyilván gondolkodni kell, ez azért nem egyszerű dolog, és hogyha ilyen invariáns nem jut eszünkbe, akkor könnyen lehet, hogy sima adattal van dolgunk, és akkor használtunk struktúrát, hát mondjuk nem tudom, talán ilyen hőmérsékletnél esetleg, bár ott is azért lefele nem tudunk akármeddig menni. Ugye így a fizika kapcsán ez azért előjön, hogy ugye van az abszolút nulla fok, és akkor ez már valami limitációt ad a dologba. Jó. De lehetne olyat mondani, ahol sima adattal van dolgunk. Hát azért a dátum az nem ilyen. Nagyon nem ilyen. Jó. És akkor pár gondolat arról, hogy miért is kell ez a public-private megkülönböztetés, hogy van ez a publikus, meg privát tag, meg hogy interfész, meg implementáció. Ugye kérdezhetnétek, hogy miért lehet public minden, hát majd a példa kapcsán meglátjátok, hogy ez miért lehet problémás. Ugye alapvetően az, hogy az interfész legyen letisztult, tehát amikor készítünk egy ilyen dátumot, vagy egy akár egy tokent is, azért ne tudjunk akármilyen értéket adni neki. Jó? Az adattagok és a komplikált függvények menjenek a privát részbe, hogy kívülről ne érjük el őket, ne tudjuk őket akármilyen értékre beállítani, és hogy ez segítsen abban, hogy invariáns maradjon az objektum. Csak néhány függvény férjen hozzá az adathoz, és ezek a függvények legyenek úgymond hiba kezelve. Tehát, hogyha valami hülyeséget akarunk neki adni, akkor erre fel tudjuk készíteni a függvényeket. Jó? De erre majd beszélünk tényleg a példa kapcsán. Jó. Könnyebb lesz így debugolni, tehát a hiba kezelés is egy kicsit egyszerűbb lesz, illetve hát nem csak debugolni, hanem ez az általános maintenance, tehát ha valamivel bővíteni akarjuk, vagy módosítani akarjuk az osztályunkat, akkor ez egy picit egyszerűbb legyen, így csak néhány access függvényt kell tulajdonképpen átfutni, és megkönnyíti a dolgunkat. Jó? De ezt is majd megnézzük. Amiről szó lesz még ma az enum. Meg fogjuk nézni ezt a példát, nem akarok most tényleg mélységébe belemenni, csak tényleg fölvillantom. Ez egy tényleg nagyon egyszerű user defined type. Ez ilyen enum class, tehát ilyen scope-olt enumokat fogunk majd csinálni. Értékek egy halmaza lesz, de tényleg majd megnézzük a példa kapcsán. Egy hónapot fogunk készíteni, és ezt a hónapot fogjuk majd használni. Amiről még szót akarok ejteni itt gyorsan elejébe, ez a operátor túlterhelés, és a operátor túlterhelést majd meg fogjuk nézni a hónap típusra, sőt szerintem a dátum típusnál is fogunk saját operátorokat készíteni. Ugye itt a hónapnál lesz majd egy példánk, hogy hogyan tudjuk léptetni úgymond a hónapot, tehát erre a hónap típusra mit jelent az, hogy operátor plusz plusz. Jó, és akkor, hogyha itt készítünk egyet, akkor ez pontosan mit jelent? Hát nyilván léptessük egyet, tehát novemberről mondjuk decemberre, és aztán decemberről januárra, majd megnézzük, hogy ez hogyan működik, itt már valamelyest látszódik is, de ezt majd megnézzük. Hanem amiért ez érdekes, hogy nyilván csak létező operátorokat tudunk felül definiálni. Mire kell itt gondolni, és miért érdekes ez? Ugye nyilván az operátorok valahogy működnek.
Nyilván, tehát itt van mondjuk egy összeadás operátor, ez definiálva van, hogy hogy működik integerekre. Hát nyilván semmi meglepő nincs, két egész számot összeadunk, annak az eredménye valamilyen egész szám lesz, ez azért nem olyan meglepő. Ugyanígy van a kivonása, a szorzása, a osztása, a modulóval, ezek szerintem világosak. De ugye további operátorokat is tudunk felül definiálni, jó, és ezeket majd meg fogjuk nézegetni, sok más egyéb operátor van. Meg fogunk nézni néhányat, hát nyilván nem mindet, de néhányat azért meg fogunk nézni. Ugye ezeket az operátorokat a beépített típusokra definiálta valaki, ez szépen működik, ugye double-re, integer-re, ahogy mondtam, ezek rendben vannak. Jó, viszont a saját típusainkra nincsen, tehát mit jelent az, hogy összeadunk két dátumot? Van annak értelme? Van annak valamilyen haszna, hogy összeadunk két dátumot? Ugye, akár lehet is, miért ne lehetne? Ugye, ahogy beszéltük is, hogy mit jelent az, hogy összeadunk két stringet. Jó? Tehát az operátor, ha a két, tehát az összeadás operátornak a két oldalán string van, az mit jelent? Ugye alapvetően ezt nem tudja a gép, hogy az mit csináljon, nyilván nekünk meg kell mondani. És ugye a stringbe ez meg van mondva, elnézést, hogy így fogalmazok, átfogalmazom, a stringbe ezt definiálták, hogy hogyan működjön az összeadás operátor. Jó? És hát nyilván úgy működik, hogy a két stringet összekapcsolja egy harmadik stringbe, de ezt már ugye tudjuk, ezt már azért próbálgattuk, csinálgattuk. Jó? Tehát a felhasználó által definiált típusokra meg kell mondanunk azt, hogy ezek az operátorok hogyan működjenek, pontosabban meg kell mondanunk, ha használni akarjuk. Jó? Nem kötelező nyilván, ha használni akarjuk, akkor meg kell mondani. Jó, viszont hogyha ezt szeretnénk, akkor nyilván csak a szokásos számú operandussal lehet, tehát az összeadás operátor az két operandusú művelet, tehát kell legyen egy bal értéke, meg kell legyen egy jobb értéke, meg kell mondanunk, hogy hogyan működjön, de csak a szokásos számú operátorral lehet, tehát két szokásos számú operandussal lehet, tehát két operandusa kell, hogy legyen. Jó. Oké, és legalább egyiknek, tehát az operandusok közül legalább az egyiknek user defined type-nak kell lenni, tehát ezt nem tudjuk felül definiálni. Jó? Tehát nem tudjuk fölül írni azt, hogy két integerre hogyan működjön az összeadás. Jó? Nem tehetjük meg, de miért is tennénk meg? Ugye? Hát nyilván működik. Miért akarnánk felül definiálni? Viszont ez már oké, tehát megmondhatjuk azt, hogy két operátort hogyan adunk össze. Jó? Tehát ezt már meg tudjuk mondani, meg tudjuk tenni. Jó. Megnézzük nyilván ezt is példában, mert az sokkal beszédesebb lesz. A mai gyakorlati rész az erről fog szólni. Pár jó tanács. Nyilván csak a szokásos jelentéssel definiáljuk felül az operátorokat. Tehát az összeadásban egyen kivonás. Jó, tehát ez fontos. Illetve csak akkor, hogyha nagyon muszáj. Jó. Nem azt mondom, hogy ne csináljuk, miért ne csinálnánk, ugye a C++-ban ez egy elég jó lehetőség, de tényleg csak akkor, ha nagyon muszáj. Jó? Most pár példát megnézünk, és rögtön valószínű látni is fogjátok azt, hogy hát bizony ez operátor nélkül is működne, miért nem működne, de azért megnézzük, csak hogy lássatok ilyet is. Jó. Na, mi van még itt? Oké, és jó. Tényleg csak végignyomkodom, és akkor ezzel az első blokkot le is zárjuk. Mitől lesz jó egy interfész? Ugye, hát egyrészt minimális, tehát csak az van benne, amire szükségünk van, viszont teljes, tehát nem kisebb, mint amire tényleg szükségünk van. Tehát legyen benne minden, de ne túl sok minden. Majd ezt erről is beszélünk. Ugye fontos, hogy type-safe legyen. Hát ez lehet, hogy most sokat nem mond. Tulajdonképpen az, hogy amit használunk, az az argument. Tehát legyenek egyértelműek ezek az interfészek. Majd megnézzük azt, hogy a hónapokra nem biztos, hogy integert kellene használnunk. Majd beszélünk róla. Ugye a konstansoknál figyelni kell, ezt majd megnézzük. És legyenek benne a szokásos alapműveletek.
Jó. Ezeket majd mind átnézzük, hogy mik ezek a konstruktorok, meg destruktor, beszélünk majd erről. A példa kapcsán ezeket meg fogjuk nézni. Egy dátumnak mondjuk az, hogy van három része, egy év, egy hónap, meg egy nap. Egyelőre ne bonyolítsuk ilyen hétköznap, meg éppen milyen nap van, meg ilyesmi. Tényleg csak így nagyon egyszerűen. Úgyhogy rögtön itt az első verziót akkor el is kezdenénk, és akkor ez legyen a date 001, beinkludolva a szokásos header date, nyomok egy copy-paste-et, mert az a biztos. Jó, és akkor megint ugye a main, csak hogy az biztosan legyen meg. Jó. Na, és akkor ide kéne egy dátumtípust készíteni, hát készítsük is el. Először csináljunk ilyen struktúrába, és legyen egy tagja, tehát egy év, egy hónap, meg egy nap. Hát ez nagyon egyszerű, semmi különös, és akkor készítsünk ebből egy példányt, mondjuk a today-t. Jó. Amit látunk, itt a típus. Itt van a mi kis típusunk, ez most egy struktúra, hát struktúra, osztály, ez most igazából mindegy jelen esetben, de itt van a mi kis típusunk, itt a mi típusunkból pedig készítünk egy példányt, a neve ugye a today, a típus meg ugye a date. Jó. Na de ez eddig még totál haszontalan, hogyan tudunk a típusunknak, pontosabban az objektumunknak értéket adni. Hát, ahogy beszéltük, ugye mondjuk a év az legyen 2020, ugye a hónap legyen október, ugye október van, igen, a nap pedig legyen, hanyadika van, 24, így van. Jó. Tehát innentől kezdve ennek az objektumnak az állapota, tulajdonképpen ez a 2020. október 24, de ugye ezek továbbra is integerek, tehát ez nem igazán október, hanem ez igazából a 10, mint integer. Jó? Csak mi adunk neki jelentést, hogy ez az október. Oké is. Na, rendben van. De hát ugye, itt azért jöhetnek a gondok, hiszen csináljunk egy másik példányt, és mondjuk ennek adjunk máshogy értéket, mondjuk ez legyen itt mínusz 1000, ugye mondjuk a hónap az legyen 15, és a nap pedig legyen mondjuk 32. Van itt valami probléma? Hát én nem látok. Nézzük meg, hogy lefordul-e a program. Tökéletesen lefordul, és le is fut. Jó? Hát nyilván nem ír ki semmit, majd lehet, hogy csinálunk ilyen kiírásokat. Sőt, csináljunk is. Ugye írjuk ki ezt a dátumot. Hát hogyan tudjuk, mondjuk date kettős pont, és itt kiírjuk egyrészt az évet, dobjunk egy pontot, hát ilyen magyarosan írjuk ki a hónapot, meg írjuk ki a napot. Jó. Csináljuk meg ugyanezt emitt is. Csak itt ugye nem a today-t írjuk ki, hanem az x-et. Oké is. Jó. De nézzük meg. Jó, hát simán kiírta. Hát még lehet, hogy akkor ide is írunk egy pontot, csak hogy biztos legyen. Mint hogy jól nézzen ki. Oké. Okay.
De ez akkor ugye nem karakter, ez nagyon fontos. Hát igen, a hosszú hétvége az ilyen. Néha úgy az ember kicsit elbambul. Oké, nézzük. Jó. Na, most jó. Ugye? Látunk itt valami problémát? Én nem különösebben látok semmi problémát. Ugye itt van három integerünk, és készen vagyunk. Jó. Viszont ugye itt a dátumunknak az, amit beszéltünk, hogy invariáns, hát ez itt most nem jól működik. Ugye látjuk, hogy ez egy valid date, tehát ugye ma 2020, október 24-e van, ez egy valid dátum, ez rendben van. De ez már nem egy valid dátum, tehát még mínusz 1000-re még azt mondom, hogy oké, mert volt olyan valamikor, bár azt nem így szoktuk ugye jelölni, de a 15. hónap meg a 32. nap legalábbis a mi naptárunkban nem igazán szerepel, hát most ha ilyen maja vagy mit tudom én, milyen naptárban ez benne van, akkor elnézést kérek a tudatlanságomért, de ez a mi naptárunkban biztos, hogy így nincs rendben. Viszont a program szempontjából teljesen rendben van, hiszen itt csak annyit mondtunk, hogy három integer kell nekünk, és ezek ugye teljesen legális integer értékek, ugye a mínusz 1000, a 15, a 32 az sima integer érték. Jó? Viszont ugye a dátumunk így nem lesz megfelelő értéken. Jó. Ez az egyik. A másik probléma az lehet, hogy jó értékeket adunk meg, tehát mondjuk alapvetően jó értékeket adunk meg, csak mondjuk rossz sorrendbe. Tehát ugye itt év-hónap-nap van, mondjuk rossz sorrendben, nem is az, hogy rossz sorrendben, hanem mondjuk véletlenül elrontjuk, hogy melyiknek milyen értéket adunk. Ez is benne van a pakliba, és akkor itt ez 2020, de nézzük meg, ez itt 2020, 24. vagy 10-e lenne, ami megint nem szerencsés. Jó? Tehát ez megint problémás itt. Oké. Szóval ez a típusunk így nem nagyon tud invariáns maradni, mert itt tetszőlegesen tudjuk változtatni az értékeket. Hát mondhatnátok, hogy figyeljünk oda erre, de ez ritkán jó válasz, ugye? Erről azért már beszéltünk. Jó. Na hát mit tehetünk? Mondjuk tehetünk egy olyat, hogy készítünk úgynevezett helper függvényeket. Ez még mindig nem a jó megoldás lesz, de nézzünk rá, hogy készítünk ilyen helper függvényeket, mondjuk amin keresztül inicializálni tudjuk a dátumot. Tehát kezdőértéket tudunk adni a dátumnak. Ez az kell, hogy egyrészt átadjunk egy dátum referenciát, illetve három értéket, ugye, amire inicializálni akarjuk. Jó. És akkor itt el tudjuk ezt készíteni, illetve némi kis segítséget tud nekünk adni, hogy valid dátumot készítsünk. Na most hogyan is működik ez, és ez egy viszonylag fontos része a dolognak. Ugye ezek a helper függvények már alkalmazhatóak lehetnek arra, hogy leellenőrizzük, hogy amire inicializálni akarjuk a dátumot, tehát amire el akarjuk készíteni a dátumot, azok valid értékeke. Tehát mondjuk tudunk egy ilyet csinálni, hogy mondjuk nézzük meg, hogy az y az kisebb, mint nulla. Mert akkor az már biztos, hogy nem okés, de inkább csináljuk azt, hogyha nagyobb, mint nulla, jó, akkor ennek a dátumnak az y tagja az legyen a paraméterül átadott y. Jó? Mi történik itt? Ugye paraméterbe átadunk egy értéket, ugye? És azt egész egyszerűen ellenőrizzük, hogy ez nagyobb-e, mint nulla. Ha igen, akkor értékről adjuk, hát mondjuk itt simán lehet az, hogy mondjuk valami 1986, jó, szuper, és akkor azt már értékről adjuk, viszont negatív számot nem engedünk. Még mindig nem az igazi azért, mert hát mi van, hogyha valami 15.000 vagy valami ilyesmi számot akarunk, de majd megyünk tovább, és akkor megnézzük ezt is. Jó. Egyébként meg adjunk valami hiba üzenetet. Mondjuk invalid year.
Tehát egy invalid év hibaüzenettel szépen kilép a programunk. Oké, rendben van. Jó, hát mehetünk tovább. Mondjuk nézzünk meg ugyanezt a hónapra. Mondjuk, hogyha a hónapunk nagyobb, mint 12, például, hát de inkább csináljuk fordítva, legyen kisebb, mint 12, és mondjuk nagyobb, mint 0, tehát 0 és 12 közé esik. Ami mondjuk nagyobb egyenlő, meg kisebb egyenlőnek kéne lenni. Most, hogy így végig, hát nem, nagyobb, mint 0, de kisebb egyenlő, mint 12. Akkor a dátumunk valid, tehát akkor fölveti azt az értéket. Ugye? Egyébként meg, itt is ugye dobjunk egy hibaüzenetet, csak itt ugye az invalid hónapra. Jó. És hát nyilván ugyanezt megtehetjük a napra is. Ugye itt is akkor az kéne, hogyha a nap nagyobb, mint 0, és a nap kisebb egyenlő, mint 31. De mi van a februárral? Jó. Hát nem egyszerű, egyelőre maradjunk ennyinél. Akkor legyen a dátumnak a D tagja, egyelő a D-vel. Egyébként meg dobjunk megint csak egy hiba üzenetet, hogy invalid D. Jó. Hát ezzel valami nagyon alap kis hibakezelést már itt behoztunk a dologba. Csak egy pici magyarázat. Ugye az, hogy azt mondom, hogy date.y, az ugye a paraméterül átadott date objektumnak az y tagja lesz. Ugye ez az y, meg ez, amit itt átadok. Ugyanígy a hónapra is a date.m az a dátumnak az m tagja, a sima m az pedig ez, amit itt paraméterül átadok. Jó. Date.d-re ugyanez, tehát ez a dátumnak a d tagja, ez meg a paraméterül átadott d. Jó, rendben van. Minimális kis hiba kezelés, nem túl sok, de valami. Jó, na hát próbáljuk is ki. Hát, ezt most itt kitörlöm. Így van. És akkor ide fogok tenni egy, itt használjuk ezt a initDate függvényt. És egész egyszerűen csak itt átadjuk egyrészt az x-et, mert ugye ez az a dátum, amit inicializálni szeretnénk, és itt átadunk értékeket, mondjuk legyen ez a 2020. október 24. Tehát a mai dátum. Nézzük meg, hogy mi történik. Ez a karakter honnan került ide? Nagyot írtam nulla helyett? Tényleg hosszú hétvége van. Oké, kezdjük előről. De azt hogyan csináltam? Oké, és... Jó. Na, és akkor látjuk rögtön, hogy inicializáltuk a dátumot, rendben vagyunk. Szuper. Na, de mi történik, hogyha mondjuk itt elrontjuk? Mondjuk legyen 24. hó 10. Ugye a programunk lefordul, viszont dob egy kivételt. Jó? Amit itt rögtön meg is javítok, mert tegyük be egy try catch-be, ahogy mondtam is. Exception i. Csak hogy legyen benne hiba kezelés. Jó. Legalábbis remélem, hogy így rendben vagyunk. De ellenőrizzük. Jó. Rendben van. Na és akkor itt kéri nekünk, hogy invalid month. Rendben vagyunk. Mert ugye a hónap nincs rendben. Nézzük meg negatív évre.
invalid year, rendben van, ide meg írjunk be mondjuk 100-at. Ott pedig írja, hogy invalid day. Jó, tehát ez a kicsi kis hiba kezelésünk, ez itt működik. Nem túl atombiztos, de valamit csinál. Jó, rendben van. Na most. Ettől függetlenül, ugye azért ez még mindig nem az igazi, mert ettől még az X-nek a naptagját simán 100-ra tudom állítani. Opa. Viszont akkor ezt itt javítsuk vissza. Oké is. Jó, tehát kívülről továbbra is bármilyen értéket föl tud venni. Igazából ez csak az inicializálás kapcsán segít nekünk. Jó. De nézzük meg azt, hogy mondjuk hogyan tudunk napot hozzáadni például. Ez csak egy ilyen kis gyakorlás. Nem biztos, hogy ez olyan érdekes. Tehát adjunk hozzá pár napot, mondjuk, és akkor erre készítsünk egy ilyen add-day függvényt, aminek megint csak átadunk egy ilyen dátumreferenciát, illetve egy integert, hogy hány nappal akarjuk léptetni a naptárunkat. Ugye itt nyilván azért van némi feladatunk, ugye alapvetően ennyi történne, hogy a date day tagjához hozzáadunk n-et. Jó? Tehát növeljük n-nel. Viszont mi van, hogyha mondjuk a mai dátumhoz hozzá akarnánk adni 10 napot? Hát ha csak ennyi maradna, akkor annyi történne, hogy október 34-e lenne. Ami hát nem jó, nyilván. Úgyhogy itt is egy picit javítgatnunk kell. És akkor nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha ez a dátum mondjuk átlépi a 31-et. Tehát itt látjuk, hogy ugye hozzáadunk valamennyit. Hogyha ez nagyobb lesz, mint 31, akkor mi történjen? Hát ugye egyrészt akkor léptessük a hónapot, ezt okvetlenül, mert akkor már a következő hónapban vagyunk. Viszont ha léptetjük a hónapot, akkor meg vonjuk ki a napból a 31-et. Ugye? Hiszen mondjuk ha október 34-e van, akkor az már november 3 inkább. Jó? És ugye egyrészt átléptünk novemberbe, másrészt meg ugye a 34-ből ki kell vonnunk 31-et. Jó esetben. Oké is. És mi van, hogyha mondjuk a hónapunk, mondjuk ez mondjuk december. Akkor ezt is nézzük meg. Hogyha... Bocsánat, az M. M. Az nagyon mint 12. Mert mondjuk december 28-hoz adtunk hozzá 10 napot, akkor az évet is léptetnünk kell. Nyilvánvalóan. Úgyhogy akkor léptessük az évet. Viszont ugyanígy akkor a hónapból is vonjunk ki 12-t. Jó? Hát, ezt csak úgy megmutatom. Na most alapvetően nyilván ez csak egy ilyen kis gagyi példa, már bocsánat, hogy így fogalmazok. Hiszen nyilván azért a valóság ennél bonyolultabb, mi van, hogyha február van, akkor nem 31 nap. De nyilván azért ez egy kicsit bonyolultabb ennél a valóságban. Most csak tényleg annyit mutatnék meg, hogy hogyan lehet ezeket használni. Jó, meg hogy hogyan használjuk ezeket. És akkor próbáljuk is ki, hogy ez a dátumhoz adjunk hozzá valamennyit. Mondjuk a day, és mondjuk az X-hez adjunk hozzá, de hát akkor legyen már évvége, mondjuk december 28. Az X-hez adjunk hozzá mondjuk 10 napot. Aztán írjuk ki újra.
és nézzük meg, hogy mi történik. Jó. Na hát látjuk, hogy viszonylag jó. Tehát december 28, és léptette az évet 21-re, január 7. Hát most én gyors fejszámolásban még akár jó is lehet, de majd kiszámoljátok ti is, hogy biztosan jó-e. Jó, így elsőre jónak néz ki. Oké is. Na, úgyhogy elsőre nem rossz, de azért rögtön mutatok nektek olyat, hogy mondjuk ez legyen február, és mondjuk 26. Jó, hát a február 26-hoz hozzá, február 26-ot léptetjük 10 nappal, hát az biztos, hogy nem 5-e. Jó. Tehát látjuk, hogy itt már ez esetben nem működik jól, de ugye azért már 31 napra néztük. Ezért nem akarok olyan sokat problémázni ezen. Most tényleg csak egy kis példát nézünk. Egy ilyen dátumosztályt megírni tényleg nagyon macerás. Nem az a lényeg, hogy most egy nagyon jó dátumosztályt írjunk meg, hiszen ilyen van. Van dátumtípus azért, amit használtok. Tényleg csak így az osztályok kapcsán, hogy hogyan is működhetnek ezek. Nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Én ezt elmentem egy új néven, ugyanis most egy picit fogunk rajta módosítgatni. Ugye egyrészt használjuk beszédes neveket, ez nagyon fontos. Másrészt pedig, ugye C++-ban lehetőségünk van, hogy ezeket a függvényeket behozzuk ide a struktúránkba. Hát akkor hozzuk be. Ez lesz az egyik függvény. A másik pedig ez a addday. És akkor ehhez majd módosítanunk kell nyilván a függvényeinket is, mármint hogy itt, hogy ezek kicsit hogy máshogy működnek. Ugye mi történik itt most? Itt van nekünk ez a három adattagunk, illetve itt van nekünk ez a két függvénytagunk. Na most ez a függvénytag, ráadásul egy ilyen kitüntetett tag, konstruktornak hívjuk. Jó. Azért látjuk, hogy konstruktor, mert ugyanaz a neve, mint a típusunk neve. Jó, tehát látjuk, hogy D típus, és a függvény neve is D, hát akkor ez látjuk, hogy innentől kezdve egy konstruktor. Jó. Konstruktoroknak kitüntetett szerepük van, a konstruktorok határozzák meg azt, hogy egy-egy objektum hogyan készíthető el. Majd itt látni fogjuk a dátum típusnál, hogy hogyan is készítsük el, illetve hogyan is készül el maga ez a dátum típus ezen a konstruktoron keresztül, tehát ennek a konstruktornak a használatával. Na most, ugye látjuk azt, hogy ez tagfüggvény, tehát ez két tagfüggvény tulajdonképpen, de csak prototípus. Ugye, erről már beszéltünk múlt héten, hogy ugye ez csak a deklarációja ennek a függvénynek, illetve ennek a függvénynek is, hát definiáljuk, de hát csináltunk már ilyet a tokennél is, hát akkor itt ezt egy picit módosítanunk kell, hiszen ez már nem az init date, hanem ugye ez a dátum típusnak a dátum nevű konstruktora. Jó. Ráadásul kicsit máshogy is működik, hiszen itt három paraméterünk van, úgyhogy erre itt már nem lesz szükségünk. Milyen nem lesz szükségünk? Ugye azért nem, mert ez a függvény, ugye, meg hát nyilván ez is, látja azt, hogy abban a dátum típusban milyen mik vannak, tehát pontosan ebbe a dátum típusnak, ennek a dátum típusnak milyen tagjai vannak. És látszódik ez a három tag, tehát nyilván itt nem kell neki átadni a dátum referenciát, hiszen az objektumon belül vagyunk. Jó, rendben van. Na, és akkor ugye itt is egy picit módosítgatnunk kell, ugyanis nem a dátumnak az y tagjára vagyunk kíváncsiak, hanem már a belső tagnak, vagy a pontosabban a belső tagokra, amik itt láthatóak. Jó. Már is mondom, csak itt ezeket kijavítgatom. Így van. Ugyanis ez a függvény, vagy hát ez a konstruktor itt ebbe az esetbe, nyilván látja
ezeket a tagokat nyilván eléri, és nyilván tudja őket módosítani, tudja őket használni. Ezért ugye nem fog nekünk már kelleni az a dátum referencia, hogy átadjuk paraméterbe, hanem tényleg csak elég átadnunk a három értéket, itt ugye megtörténik a hibakezelés, és hogyha minden rendben van, akkor az objektum tagjának értékül adjuk azt, amit szeretnénk értékül adni. Már is kipróbáljuk, csak még akkor javítsuk meg a eddé függvényt is. Ugye itt is ugyanaz a filozófia, itt se kell ugye a dátumot átadni, hanem itt csak ugye meg kell mondanunk, hogy ez a date-nek az addday függvénye, ugye tehát itt ezt az addday függvényt fogjuk itt definiálni, és itt is ugye kijavítgatjuk ugye a változókat. Ír és mondsz. Oké. Hát reméljük jól működik. Ugye itt is ugyanezt történik, hogy ez a függvény is ugye nyilván tudja használni az osztályonak a D, a MONS és a JIR tagjait is, úgyhogy elég azokat itt módosítgatnunk, nem kell átadnunk neki a referenciát. Jó. Na és akkor innentől kezdve a mi kis struktúránk úgy néz ki, hogy ugye van ez a három adattagja, ugye az év, hónap, nap, illetve van két függvénytagja, ezek azok, amik keresztül egyrészt el tudjuk készíteni, másrészt módosítani tudjuk az objektumunk állapotát. Jó, rendben van. Emiatt ugye egy picit módosítsuk itt a main-t is. Hát a kiírás maradjon. Ezeket most kitörlöm, mert ez nem fog kelleni. Hoppá. Hanem akkor készítsük el a mai dátumot, és innentől kezdve ezt már simán el tudjuk úgy készíteni, hogy ezzel a úgymond ilyen inicializáló listás jellegű konstruktorral, tehát szépen csak megadjuk a három adattagját, ugye lehetőleg abban a sorrendben, ahogy a konstruktorunk is mondja, ugye itt van a konstruktor, ugye hogy kéri év, hónap, nap, hát így készítsük el akkor az objektumunkat, és látjuk, hogy ugyanabban a sorrendben év, hónap, nap. Nyilván, hogyha ezt használjuk, akkor ez a három paraméteres konstruktor fog nekünk itt végrehajtódni, tehát ezt a három paraméteres konstruktort használjuk, átadjuk ezt a három integer paraméterül, és reményeink szerint elkészül az osztályunk. Jó. Itt a kiírás alapvetően nem kell, hogy változzon, hiszen ugyanúgy a today-nek a year, a months és a day tagját írjuk ki, csak ugye annyi változott, hogy már itt nem y, m és d, hanem year, months és day, úgyhogy akkor ezt is javítsuk ki. Year, months és day, és nézzük meg, hogy működik-e. Ja, de ne az előzőt fordítsuk, az egy fontos feature. Oké is. Valahol nem javítottam ki. Így van, itt a D-ben nem maradt. Jó. Rendben van, próbáljuk újra. Most lefordul, futassuk. Oké, és működik is. Így első ránézésre oké. Na, ugye mit változtattunk? Az, hogy ezeket a függvényeket behoztuk ide az osztályba, struktúrába, egyelőre. És így, ugye nem kell neki átadni a dátum referenciát, hanem itt ugye szépen eléri ugye az egyes tagokat, ugye egyrészt a konstruktor is, másrészt ugye ez a kis helper függvény, vagy ilyen módosító függvény is. Itt látjuk ugye a belső tagokat. Na most, még egyszer akkor, ugye van nekünk ez a kis struktúránk, ugye ezek a adattagok, ezek pedig a függvénytagok, ugye az adattagok mondják meg azt, hogy mi az objektumunknak az aktuális állapota, ugye ezek pedig azt határozzák meg, hogy hogyan érjük el, hogyan viselkedik tulajdonképpen
az objektumunk. Ugye első esetben ez egy konstruktor, tehát ez azt határozza meg, hogy hogyan készüljön el egy adott példány, ez pedig az, hogy hogyan viselkedik egy példány, tehát milyen módosításokat tudunk végezni az adott példányon. Hát ebben az esetben itt csak annyi történik, hogy itt hozzáadunk valahány napot, igazából sok más egyéb függvényt fogunk majd itt készíteni, de itt most első nekifutásra ez elég. Ugye ezek a függvények elérik a belső tagokat, tehát az objektumunknak a adattagjait ugye elérik, ugye ezt a év, hónap, nap tagokat szépen ezek működnek, látszódnak. Ugye a konstruktort, ahogy láttuk, így tudjuk használni. Hát ezt kicserélhetnénk akár sima zárójelre is, de most ezzel ne foglalkozzunk. Tehát így tudjuk használni, így tudjuk elkészíteni a dátumunkat. Nézzük meg, hogy hogyan tudunk mondjuk napot hozzáadni, ha már van ez az addday függvényünk. Egész egyszerűen csak a today példánynak hívjuk az addday tagját, és paraméterül átadjuk azt, hogy hány napot akarunk léptetni. Jó. Hát a kiírás az sima copy-paste, az ugye nem változik, és nézzük meg, hogy működik-e. Szuper, működik. Ugye augusztus 31-hez hozzáadunk egy napot, akkor szeptember 1 lesz. Szuper. Nyilván a függvény nem változott az előzőhöz képest, tehát ha itt tényleg megint 100 napot adok hozzá, akkor ugye megint rossz lesz. Jó. Tehát ez megint nem lesz jó, csak tényleg most annyit akartam megmutatni, hogy ezt az addday függvényt így tudjuk használni, tehát az aktuális példánynak, tehát annak a példánynak, amit módosítani szeretnénk, hívjuk az addday tagját. Jó. Emlékeztek, mint a vektornak a size tagfüggvényét. Jó. Ez is ugyanígy működik, csak ennek van egy paramétere, ugye a size-nak pedig tudomásom szerint nincsen. Jó, rendben van. Oké, és viszont ezzel még azért annyira nem vagyunk ki a vízből. Miért nem vagyunk ki a vízből? Hiszen továbbra is simán tudunk olyat csinálni, hogy today.day az legyen egyel nagyobb. Ugye? Yeah. Tehát simán tudunk ilyet csinálni. Hát most ezt kiszedem, csak hogy tényleg lássuk, hogy mi történik. És ugye... Tehát itt még mindig nem az igazi, ugye? Tehát még mindig van egy olyan problémánk, hogy még mindig bármilyen értéket tudunk neki adni. Tehát simán tudjunk azt mondani, hogy today.year legyen egyenlő mínusz 1000. És látjuk, hogy lefordul, és le is fut. Tehát ez még mindig nem az igazi. Ugye? Na és akkor erre vezessük be egy új dolgot. Ez pedig legyen az, hogy ezt most már itt átírjuk osztályra. Tehát innentől kezdve ez legyen most már osztály. Ugye mi történik ilyenkor? Nyilván a láthatóság megváltozik. Ugye a struktúrában itt ez minden publikus, tehát úgymond kívülről ezeket el tudjuk élni, és bármilyenféleképpen tudjuk módosítani. Mondjuk azt, hogy legyen ez egy osztály, ugye annyi változik, hogy innentől kezdve már minden privát, viszont az nem túl jó nekünk, ugyanis a privát konstruktor az meglehetősen haszontalan. Most nem mennék bele, hogy egyébként néha van ilyen, de mondjuk azt, hogy legyenek ezek a publikus tagok, ugye ezek pedig a privát tagok. Ezt itt nem lenne most fontos kiírni, de kiírom, hogy látszódjék. Jó. Mi változik? Ugye, nyilván továbbra is el tudjuk ezeket készíteni. Oké. Itt lesz majd egy kis dolgunk. Meg ezekkel. De nézzük meg, hogy mi történik. Kapunk sok-sok hiba üzenetet.
Ugye, mint mond nekünk ez a sok-sok hiba üzenet, és most megpróbálom a lényegeset megtalálni. Ugye, ami itt lényeges hiba üzenet nekünk, az ez lesz elsősorban. Ugye, mit mond itt nekünk? Azt mondja, hogy a dátumnak a day tagja itt most nekünk privát. Hát ebben a kontextben, de ebben most nem menjünk bele, tehát itt most ez privát. Tehát nem engedi azt, hogy mit tetszőlegesen elérjük, tehát nem tudjuk elérni. Egyszerűen nem tudunk így ráhivatkozni. Miért hasznos ez? Mert így akkor nem tudunk neki akármilyen értéket adni. Tehát így kívülről nem tudjuk azt mondani, hogy legyen mínusz 1000. Jó? Nyilván ezen emellett az is előjön, hogy ugye kiírni se tudjuk, tehát nem csak módosítani nem tudjuk, hanem tehát sehogy se tudjuk elérni. Látjuk, hogy itt is privátként van az év, tehát egyszerűen így nem tudunk rá hivatkozni. Hát miért érdekes ez? Ugye, mert akkor így nem tudunk neki tetszőleges értéket adni, tehát csak és kizárólag a publikus tagfüggvényeken keresztül tudjuk módosítani az értékét. Jó? Attól, hogy egy osztályon belül egy változó privát, az osztályon belüli tagfüggvények látják és elérik és tudják módosítani, tehát ezen keresztül az objektumunk állapotát tudjuk módosítani, így kívülről, tehát így módon nem. Na de javítsuk meg, és akkor rögtön látni fogjátok, hogy hogyan is működik. Ugye ezt egyelőre itt most kikommentelem, csak hogy ne zavarjon minket. Ugye ezek most már nem fognak működni, hanem csak így fogjuk tudni használni. Jó, tehát csak ez az add-jel fog működni. Viszont nyilván, ha ki szeretnénk írni, akkor valamit kell tennünk. És ezekre szoktunk úgynevezett ilyen getter függvényeket írni. Hát, ezt magyarul nem tudom megmondani nektek, hogy hogy van. Ilyen get függvények. Ugye, nyilván valahogy el szeretnénk érni ezeket, tehát mondjuk teszem azt használni szeretnénk, akkor valahogy az értéket el kell kérnünk, tehát hogyha itt ki akarjuk őket érni, kellenek az értékek. És akkor erre készítsünk ilyen get függvényeket. Mondjuk legyen ez egyrészt a getyear, ami csak annyit csinál, hogy visszaadja az évet, pontosabban annak az értékét, akkor legyen egy ilyen getMonth függvény, ami annyit csinál, hogy visszaadja a hónapnak az értékét, illetve legyen egy ilyen getDay függvény, ami értelemszerűen visszaadja a napnak az értékét. Hát más lehetőségünk nem nagyon van, kellenek ezek a függvények, és ezeket a függvényeket pedig használjuk itt. Tehát legyen ez a getyear, ugye itt a getMonth, itt pedig a getDay. Mi fog történni? Ugye nyilván itt hívjuk a today objektumunknak a getyear tagfüggvényét, a getyear tagfüggvény pedig egész egyszerűen annyit csinál, hogy visszaadja a year-nek az értékét. Tehát ennek az értékét, hogy éppen aktuálisan mennyi. De nézzük meg, hogy működik-e, hiszen ugye így, ugyanígy működik évre, hónapra, napra. Ugye, ha emlékeztek, a vektornak a size tagja, size tagfüggvénye, ugye, azt is így használtuk nagyjából. Na de próbáljuk ki, hogy működik-e. Oké. Okay. Jó. Hát kiírja, hogy szeptember 1. Ezt kell kiírnia. Ugye itt egyrészt inicializáltuk a dátumot, tehát augusztus 31-jel készítettük el, hozzáadtunk egy napot, az szeptember 1. Hát, jónak tűnik. Jónak tűnik. És ugye látjuk azt, hogy ez a getyear, getMonth, meg getDay függvény itt szépen visszaadja azoknak a tagoknak az értékét,
amikre kíváncsiak voltunk. Jó, oké is. Apró megjegyzés, ugye, ahogy beszéltük, hogy az osztálytagjai alapértelmezetten privátak, tehát annyi módosítás, hogy ez ide nem kötelező. Ha így írjuk, akkor ezek a tagok privátak lesznek. Jó. Nyilván ezek publikusak, mert amit a publik kulcsszó után sorolunk fel, az mind-mind publikus lesz. Egy picit javítsunk a konstruktoron, mert ugye, ahogy mondtam, hogy a függvények egy dolgot csináljanak, ez meg két dolgot csinál, egyrészt értékül is ad, meg hiba kezel is. Ugye ezt egy picit most megjavítjuk abban az értelemben, hogy kibővítjük egy kis hiba kezeléssel. Hát, itt a prototípuson fogok most egy picit módosítani, ugyanis itt egyrészt be fogok tenni egy függvénytörzst, és akkor ez ide már nem is fog kelleni. Hát, de mentsük már el új néven előbb, mert ez a működő, és akkor csak ha elrontjuk félúton, akkor ne legyen gond. Jó, úgyhogy ide beteszek egy törzset, ez ide nem fog kelleni. És tényleg csak annyi lesz, hogy írunk majd egy ilyen, hát isvalid függvényt. Isvalid nevű függvényt, ami annyit fog ellenőrizni, hogy valid-e a dátum, amit adtunk. És ez majd dobni fog nekünk egy ilyen invalid kivételt. Hát ezt alapvetően a szokott módon, ahogy csináltuk korábban is. Viszont akkor nyilván majd fog kelleni egy ilyen osztály, egy ilyen kivétel osztály. Nem olyan érdekes ez most, ez csak szerintem ide gyorsan be is írom. Ez tényleg csak azért kell, hogy majd ezt fogjuk elkapni lent a mainbe, ugye a main végén a catchbe. Jó. Tehát itt annyi történik, hogy itt majd egy függvényben ellenőrizzük, hogy valid-e a dátum vagy sem, és hogyha nem, akkor dobunk egy kivételt. Na de, ugye az alapján kéne, hogy ezek milyen értékek, úgyhogy ezeket adjuk már értékül a lokális változóknak, és ezt pedig így tudjuk megtenni. Jó, itt mi történik? Ugye van ez az y, az m, meg a d. Ugye ezek azok, amiket itt paraméterül adunk a konstruktornak, tehát konkrétan ezek azok az értékek, amik akkor jelennek meg, amikor készítjük a példányt. Tehát készítjük ezt a dátum példányt, és akkor itt a 2020. augusztus 31, ez itt meg fog jelenni, ugye itt a függvény, a konstruktor paraméter listájába. És itt egész egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy a year tagnak értékül adjuk az y-t. Ugyanúgy a month tagnak értékül adjuk az m-et, a d tagnak pedig értékül adjuk a d-t. Jó, tehát ez egy sima értékadás, ez hát talán ilyen shorthand notationnek hívják, de most erre nem esküszöm meg. Hívják, ahogy hívják, lehetne bicikli is. Így tudunk értéket adni a lokális változóknak a konstruktoron keresztül. Jó. És akkor innentől kezdve ezek az értékek már benne lesznek a tagokba. És ezután kéne az, hogy rögtön meg is nézzük, hogy valid-e a dátum vagy sem. Jó, és ez is történik, itt a lokális tagokba fogjuk megnézni ezt, hogy ez jó-e. Na, úgyhogy írjuk meg ezt a isvalid függvényt ide. Ahogy látjuk, ez egy, hát adjon vissza egy igaz-hamis értéket, nyilván. Adjon vissza igazat, hogyha valid, hamisat, hogyha nem valid. Bool isvalid. Paramétere nem lesz. Minek lenne. De ugye nagyon fontos, hogy a dátum osztályunkból lesz ez a isvalid függvény. És akkor ugye egyrészt le kell ellenőrizni, hogy a hónap az jó-e. És akkor itt csináljuk azt, hogy a kisebb mint egy,
vagy ugye a hónapunk nagyobb, mint 12, ugye, mert igen, vagy ugye az év kisebb, mint 0, mondjuk, vagy ugye a napunk kisebb, mint 1, vagy a nap nagyobb, mint 31. Ugye, így van. Akkor a dátumunk invalid, ugye, mert 0. hónap, 13. hónap, ugye negatív szám az év, vagy 0. nap, vagy 32. nap. Jó, akkor adjunk vissza egy false-t. Ugye? Egyébként meg adjunk vissza true-t. Jó. Tehát adjunk vissza false-t, hogyha invalid a dátumunk. Ugye ez itt meg fog jelenni. Jó. Tehát ha ez itt false, és negáljuk, akkor az true lesz, tehát akkor dobni fogunk egy invalid kivételt. Jó. Egyébként meg, hogyha jó a dátum, true-t adunk vissza, akkor ezt itt negáljuk. Tehát ennek a kifejezésnek az értéke az false lesz, és akkor nem ideugrik a vezérlés, tehát akkor nem dobunk kivételt. Hanem akkor készen vagyunk. Jó. Legalábbis ez a terv. Oké, és de nézzük meg, hogy szerintem itt módosítanunk nem fog kelleni. Reméljük jó. Oké, és ja, igen, ami még fontos, hogy a prototípus itt jelenjen meg. Így van. Így van. Jó, na de nézzük meg, hogy működik-e. És ez már a 4-es. Így van. És úgy tűnik, hogy működik. De próbáljuk ki hülyeségre is. Mondjuk ide írjunk be 15-öt. És akkor itt ezt a kivételt el kellene majd kapnunk. Á, de nem kezeltük le a kivételt, úgyhogy akkor itt azt gyorsan módosítsuk is, vagy hát bővítsük ki pontosabban. Így van, és itt fogjuk elkapni ezt az invalid, mi is volt? Invalid. Így van, de ugye date típusú invalid. Ugye miért kell a date? Mert ugye a dátumosztályon belül van ez az invalid kivétel. Jó, tehát a dátumosztályon belül van az invalid. Ezért kell ugye ez a... ezért kell így jelezni. És... igen. Na de ne ezt az üzenetet írjuk ki, hanem írjuk ki konkrétan, hogy invalid date. Hát ez a sima hiba kezelés. És akkor itt kicsit más értéket is adjunk vissza. Nézzük meg. Tökéletes. Jó. És akkor ki is írja nekünk az invalid date-et. Jó. Szuper, szuper. Írjuk vissza, hogy jó legyen. És akkor... hát nézzük meg még egyszer. Jó, rendben van, működik. Na, tehát mi történik? Ugye itt készítünk egy dátumot, ugye itt a konstruktort használjuk, ezt a három paraméteres konstruktort, három integert adunk át, és ugye itt jelennek meg ezek az értékek, ugye egyrészt itt a paraméter listába, utána ezeket szépen értékül adjuk a lokális, pontosabban az osztálytagoknak, jó, tehát az osztálytagoknak értékül adjuk, majd megnézzük ezzel az isValid függvénnyel, hogy valid-e a dátum. Az isValid függvény mit csinál? Egész egyszerűen megnézi az osztálytagjait, hogy milyen értékei vannak, ugye, mert ez azután történik, hogy már ezek az értékadások lefutottak, és hogyha itt valami illegális érték van, akkor visszaad egy false-t, jelezve ezzel, hogy ez nem egy valid dátum, és ilyenkor
mivel hogy itt negáljuk az eredményt, a vezérlés ideugrik, és dobunk egy invalid kivételt. Ezt az invalid kivételt pedig itt a main végén kapjuk el, hát jelenleg, jelen esetben, mivel hogy a trackage blokkunk a tulajdonképpen az egész main, itt fogjuk elkapni, és itt írjuk ki ezt a hiba üzenetet. Géza Vecki, mitől függ, hogy a függvénydeklaráció a class deklaráción kívül vagy belül van? Aha, ez egy jó kérdés, köszi, hogy föltetted. Ugye, na most nyilván itt belül van egy deklaráció, okés. Na most, hogyha kívül deklarálunk, köszi, hogy ezt föltetted ezt a kérdést, tehát mondjuk ezt a függvényt itt kívül deklarálnánk. Tegyük fel. Ugye, mi történik ilyenkor? Ugye, nyilván ilyen esetben ez a függvény, ez nem abban a scope-ban van, amiben szeretnénk. Tehát, ugye ez az isValid függvény, ez itt az osztályunk scope-jában van, és ami az osztályunk scope-jában van, az lát mindent, ami az osztályban van deklarálva. Tehát ez az isValid függvény, mivel hogy itt az osztályunkon belül van, látja ezeket a tagokat. Szuper. Na most ez az isValid függvény, ha így nézzük, ez nem az osztályunkon belül van deklarálva, hanem ez egy globális isValid függvény. Jó? Tehát itt kívül mindenen ez egy globális függvény. És ez a függvény, ez a globális függvény nem látja se a mont, se a year, se a day változókat, mivel hogy az az osztályunkon belül van. És ez így nem fog működni. De próbáljuk ki. Csak lefordítom. Jó. És itt rögtön látszik az, igen, ez az a hiba, ami nekünk a probléma, hogy a mons nincs deklarálva ebbe a scope-ba. Ugyanis ez most más scope-ba van, tehát ez az isValid függvény, ez a globális scope-ba van, és a globális scope-ban nincsen se mont, se ír, se d változónk, hanem ez itt az osztályon belül van. Így van, be lehet vinni belőle, annyi a dolgunk, hogy nyilván jelezzük, hogy ez itt a d-t osztálynak az isValid függvénye. Jó? Nyilván ezt be lehetne vinni fizikailag is, mármint úgy értve, hogy hát most nyomok egy copy-paste-et. Tehát ez így is jó. Simán jó így is. És akkor ez ide már nem kell. Mindjárt még javítok rajta egy kicsit. És akkor jeleznünk se kell, hogy ez a date osztályon belül isvalid, mert ez akkor így már működik. Tehát be lehet ezt így hozni, de azért kipróbálom, hogy működik-e. Igen, lefordul. És még ha minden igaz, fut is. Így van. Jó, tehát be lehet ide hozni, viszont ezt nem így szoktuk. Igazából jó ez így, meg ilyen sok-sok függvényt szoktunk így beírni. Én azt javaslom, hogy használjuk úgy, hogy amilyen egy-két sornál hosszabb függvény, azt tegyük így kívülre, mármint abba az értelembe, hogy a definíció legyen az osztályon kívül. Mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Alapvetően a legfőbb indok az, hogy így csináljuk, de azért megnézzük, hogy így van, jó, lefordul, hogy minél átláthatóbb legyen ez a rész. Látjuk, hogy ezek így csak egy-egy sor tulajdonképpen, ez a konstruktor is egy sor, ezek a get függvények is csak egy-egy sor. Ezeket butaság lenne kihozni így a függvényen kívülre a vagy az objektumon. Na, tehát az osztályon kívülre butaság lenne kihozni a definíciót, mert ez tényleg csak egy-egy sor. Jó? Viszont ami kicsit több sor vagy bonyolultabb, azt érdemes így kihozni.
Például itt az eddé is. Jó, hát nyilván ezt az isvalidet is meg lehetne írni tömörebben. Hát mondjuk ennél tömörebben nem igazán. Csak... Hát igen, mondjuk még beférne. Jó, maradjunk annyiba, hogy legyen már úgy, hogy amilyen több sor, például az eddéj, azt úgy csináljuk, hogy itt osztályon belül csak deklaráljuk, és osztályon kívül definiáljuk. Jó? Nyilván ez csak ilyen, így a forráskód szintjén van az osztályon kívül. Egyébként itt jelezzük, hogy az osztályon belül van. És ez tényleg egy fontos rész, hogy ezzel jelezzük, hogy ez a date osztálynak az addday tag függvénye lesz. Jó? Mert ha ezt lehagyjuk, akkor ez egy globális addday függvény lesz, tehát nem az osztályon belüli addday. Jó? Hogyha az osztályon belül szeretnénk egy függvényt definiálni, ezzel a módszerrel, ahogy itt látjuk, akkor meg kell, hogy jelenjen a prototípusa itt az osztályon belül. Jó? Oké, és mondom, ez csak egy ilyen ökölszabály, hogy ami tényleg ilyen egy sor, vagy tényleg ilyen nagyon-nagyon rövid, kis, egyszerű valami, azt lehet itt definiálni az osztályon belül, viszont ami kicsit hosszabb, arra adjunk itt egy prototípust, és a definíció legyen máshol. Milyen probléma jöhet itt elő? Ugye az, hogy most hogyan is kéne használni a típusunkat, mondjuk készítsünk egy másikat, akkor szerintem ezt elmentem új néven, mert majd ezt fogjuk javítgatni, hogy itt készítsünk egy másik típust, másik példányt, bocsánat, mondjuk Tomorrow néven, és akkor itt adjunk neki értékül olyat, hogy mondjuk február 2. És hogy miért probléma ez? Ugye nyilván itt most, hogy milyen sorrendben is kell, hogy akkor hónap van vagy nap, akkor ugye, ha más országoként nézzük, akkor simán benne lehet az, hogy ugye ez a év, hónap, nap van. Mondjuk így akkor alapvetően az év ez itt hibát fog dobni, rendben van. De itt akkor most milyen év van, meg milyen hónap van, meg hogy is kell. Most mondhatnátok, hogy hát használjuk úgy, ahogy kell, meg figyeljünk oda, de ez ritkán jó válasz. Úgyhogy itt azért még továbbra is előjöhetnek problémák. És ugye itt tényleg a típusok használata az, ami érdekes lehet, hogy ugye biztos, hogy itt integereket akarunk használni? Mármint, hogy nyilván az év az mondjuk nehezen kezelhető mással, meg mondjuk a hónap, vagy mondjuk a nap is. De esetleg a hónapnál valamit csinálhatnánk. És erre fogjuk bevezetni majd az enumokat, vagy hát felsorolási típusokat, úgy is mondhatnánk, ezeket a enum type-okat. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogy ezek pontosan mik, és erre akkor most csinálok egy teljesen külön fájlt, és akkor ez legyen a következő ilyen nagy téma, hogy ezt megnézzük, hogy ezek hogyan működnek, meg miért is jók nekünk, miért is érdekesek. Ugye nagyon egyszerű a dolgunk, vagy hát pontosan viszonylag egyszerű a dolgunk, ugyanis annyit kell nekünk tenni, hogy készítsünk egy ilyen enum class-t mons néven. Jó, enum class mons néven. És itt annyi a dolgunk csak, hogy szépen felsoroljuk, hogy milyen hónapjaink lehetnek. Hát január, február, március, és május, június, július. Remélem nem hagyok ki egyet se. Október. Ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Szuper, megvan minden. És innentől kezdve tulajdonképpen van nekünk egy ilyen enum osztályunk. Nézzük meg, hogy hogyan kell egy ilyen enumot használni. Ugye alapvetően viszonylag egyszerű dolgunk van, hiszen egy ilyen enum class-t, vagy egy ilyen enum, vagy ez kópos enumot,
hogy úgy nevezzem, simán így tudunk példányosítani, hogy a mont m legyen egyenlő mons és ugye a név. Na most nyilván itt ez azért egyszerűbb így, mert sokkal olvashatóbb, mint hogyha azt írnánk, hogy mondjuk egy. Hát és itt akkor monszot el is hagyjuk. Jó? Alapvetően ez megint csak ilyen kódszervezés, pontosabban ilyen olvashatósági szempont, hogy ez sokkal egyértelműbb. Jó? És akkor itt már nem integereket használunk, hanem akkor konkrétan ilyet. Jó? Na most, ugye ezek a nevek úgymond innentől kezdve, hogy be vannak vezetve idézőjelbe a programba. Ezek mögött egyébként konkrét értékek vannak, tehát ez mondjuk 0, 1, 2, 3, de ez nem érdekel minket. Jó? Az, hogy itt ez konkrétan milyen érték, nyilván kell, hogy legyen a mögötte valami érték, mert a memóriában ennek valahogy le kell képeződnie, de igazából nem érdekel minket, hogy az milyen érték. Ami a lényeg, hogy ez a mons jan, ez mindig ugyanaz az érték lesz. Jó? És innentől kezdve már egyszerű a dolgunk, mert ha arra gondolunk, hogy január, akkor ezt használjuk. Jó. Na, úgyhogy ezt fogjuk is használni. Csak még itt egy kicsit dolgozgassunk ezen. Ugyanis, ugye, ami itt ilyen megjegyzés, hogy ilyet nem tehetünk, jó. Tehát azt nem tehetjük meg, hogy egy ilyen mons típusú, vagy hát ilyen mons enum klassznak így adunk értéket. Hát miért nem? Azért, mert ez integer, ez meg mons. Jó? Tehát valószínű itt azt a hibát adná, hogy nem kasztolható az integer monsra, vagy valami ilyesmi. Jó? Tehát nem engedi nekünk, hogy ezt megtegyük. Hanem, ha ezt változtatni akarjuk, akkor azt mondjuk, hogy legyen ez mons, és akkor mondjuk április. Jó? Hát ezt már megtehetjük. Van itt más lehetőség is, hát ezt most kipróbáljuk, nem is biztos, hogy ez működik, de majd ránézünk, hogy tudunk ilyet is, hogy mondjuk legyen a hetedik hónap, de ez unchecked, tehát itt nincs ellenőrzésünk, ne nagyon csináljunk ilyet. De nézzük meg, mert néha az emlékeim picit csalnak. Ja, ez már az enum. Jó, tehát tudunk ilyet csinálni, de nem szerencsés. Nem szerencsés. Jó? Úgyhogy ilyet, ha lehet, ne csináljunk. És erre pedig, ha jól emlékszem, hibát fog írni. Így van. Ugyanis látjuk, hogy azt írja, hogy az integer nem tudja hónapra konvertálni. Mert nem lehet, nem működik. Jó, és akkor így megint egy picit annyiban egyszerűsödik a dolgunk, hogy megint van egyfajta ilyen implicit hiba kezelésünk. Jó? Tehát ilyet nem tudunk megcsinálni. Jó? Tehát ez ne legyen, ez pedig, ha lehetne. Jó? Használjuk így, ez sokkal egyértelműbb. Sokkal-sokkal egyértelműbb. Jó, na de hát eddig ez azért egyelőre még egy kicsit haszontalan dolog, úgyhogy picit itt tevékenykedjünk, és ha már tevékenykedünk, akkor nézzük meg ezt a operator overloading, vagy operator túlterhelés, vagy az amerikai mondja operator overloading dolgot, és hogy ezt hogyan is lehet megtenni. Na most alapvetően itt erre a hónap típusra fogjuk megcsinálni, vagy hát erre a hónap enum típusra, hogy pontosabban fogalmazzak. De hasonlóan működik sima osztályokra is, fogunk majd ilyet csinálni később, sőt, szerintem kedden a dátumosztályra is fogunk operátorokat felül definiálni. Jó. Na, és akkor mit is kell, és hogyan is működik? Ugye egyrészt meg kell nekünk mondani, hogy hol akarjuk ezt az operátort felül definiálni. Meg kell mondanunk azt, hogy melyik operátor. Én most nézzük meg a plusz-plusz operátort, és adjuk meg neki, hát, a bal értéket. Mert itt most ugye, pontosabban, bocsánat, a jobb értéket, ugyanis a plusz-plusz operátornak a jobb értékét fogjuk tudni majd használni, és ebbe az esetben egy referenciát fogunk
alkalmazni, ugyanis a plusz-plusz operátornak hát nyilván azt kell átadni, de majd mindjárt megmagyarázzuk, hogy miért. Jó. És akkor itt pedig a operátor overload törzsébe pedig meg kell mondanunk azt, hogy mi történjen. Jó. Na hát léptetésnél ugye azt alapvetően az kell, hogy lépjen egyel tovább, tehát hogy mondjuk január, akkor legyen február, hogyha március, akkor április, ha április, akkor május, és így tovább. Ugye egy speciális eset van, mi van, ha december van, hát akkor december van, akkor ne egyet lépjen, hanem akkor legyen január. Jó? Ugyanis, ahogy mondtam, ezek mögött van valamilyen érték. Hát valószínű, valamilyen integer érték, nullától egyesével haladunk fölfele, tehát 0, 1, 2, 3, és így tovább. Na most itt 12 elemünk van, tehát ez itt a 12, jó, és ha a 12-t már ne léptessük egyel, hanem akkor lépjünk a januárra, jó, mert 13. hónap nincsen, csak nyugdíjba, de erre ki sem merek térni, jó, tehát 13. hónap nincs, 12 után léptünk a januárra, jó. Na és akkor ezt kéne megcsinálni, de ugye mire fogjuk ezt értelmezni? Mondjuk, hát ezt itt most kikommentelem, és mondjuk azt szeretnénk, hogy léptessük M-et. Tehát ez lenne a feladatunk, hogy itt M-et léptessük. Ezt az M hónapot. Hát nyilván itt, ha április van, akkor itt ennek májusnak kell lenni. De ugye nézzük meg, tehát M-nek akarunk értéket adni, tehát itt ennek az M-nek, ugye megtehetjük, hiszen referenciaként adtuk át. Tehát M-et akarunk léptetni, úgyhogy egyrészt első körben meg kéne azt néznünk, hogy az M az egyenlő-e decemberrel. Jó. És hogyha egyenlő, akkor az legyen január, egyébként meg léptessük egyel, ezt pedig úgy tudjuk, hogy ez a month, és legyen, hát, m plusz 1, de ugye ezt az m-et előbb kasztoljuk integerre. Jó, elmagyarázom, mi történik. Ugye ezt a szerkezetet még lehet, hogy nem használtuk. Jó? Ez egy ilyen egyszerűsített if tulajdonképpen. Itt megnézzük azt, hogy a month az egyenlő-e decemberrel. Jó? Ez a kérdés. Tehát itt van a kérdésünk. Ha igaz, akkor ez fog lefutni, ha hamis, akkor pedig ez. Jó? És itt a kettős pont jelzi, hogy melyik fusson le. Tehát itt megnézzük azt, hogy a hónapunk az decembere. Ha igen, tehát ha ez igaz, akkor ez fog lefutni, amúgy pedig ez. Na most itt egy sima értékadásunk van, jó? Tehát hogyha ez itt igaz, akkor ez fog értékül adódni az M-nek, ha pedig hamis, akkor ez. Jó. És itt akkor mi lesz? Hát nyilván itt a január az egyértelmű. Itt pedig annyi történik, hogy először ugye vesszük M-et, na most azt megtehetjük, hogy ezt kasztoljuk integerre, hiszen, ahogy mondtam, itt belül valamilyen egész értékek vannak, ugye, tehát sorszámok gyakorlatilag. Ehhez hozzáadunk egyet, jó, és ezzel az eredménnyel fogjuk létrehozni monszot, tehát ahogy itt is csináltuk. Jó, tehát ha itt mondjuk április van, akkor megnézzük, hogy az április az hanyadik, itt ugye 1, 2, 3, 4, már ha 1-től indul, ezt most meg kell néznem, mert lehet, hogy 0-tól indul. Jó. A 4-et átalakítjuk integerre, pontosabban ezt a április hónapot alakítjuk át integerre, és az 4 lesz. Hozzáadunk egyet, az 5, tehát itt az 5-tel fogjuk példányosítani a monszot, ami pedig a május. Jó? Ha itt esetleg nullától indulna, akkor ugyanez, csak nyilván egyre kevesebb. Jó? Tehát akkor a május, akkor az április az 3, a május pedig 4, most ez lényegtelen. Jó? És akkor innentől kezdve az M mértéke
az itt ugye május lesz ebbe a konkrét esetbe, viszont az még nagyon fontos, hogy itt az operátor eredményét vissza kell adnunk. Erről majd beszélünk, hogy miért. Jó? Itt vissza kell adnunk az eredményt, de ez most nem olyan érdekes. Majd később fogunk beszélni, amikor amikor más operátorokat fog nézni. Fordítsuk le. Jó, hát működik, még ha sikerül le is fut, bár egyelőre még nem túl beszédes, mert nem sok minden fog történni. Még egy dolgot csináljunk meg itt az Enum-nál, hiszen jó lenne, hogyha ki is tudnánk ezeket írni. Viszont ugye itt most ez még nem igazán fog működni. Ugye írjuk ki mondjuk M-et. Jó, tehát hogy ez micsoda konkrétan. És ugye van nekünk egy ilyen problémánk, hogy ugye ez az operátor, imádom az ilyen operátorral kapcsolatos hibákat, mert hát egész hosszúak. Oké, meg is van az eleje. Szuper. Jó, tehát itt írja, hogy nincs olyan operátorunk, aminek, hát kiteszem nagyba, megpróbálom, amelyeknek tehát nincs ilyen operátorunk. Ugye milyen operátort keres? Ugye itt van az operátorunk, tehát ez a dupla kacsacsőr, ráadásul balra. Ugye az egyik operandusa az egy ilyen O-stream, erről majd fogunk jövő héten beszélni, hogy ez micsoda, tehát a C-out, ugye látjuk, hogy ez egy ilyen output stream, a másik pedig egy MOS. Tehát itt azt mondja nekünk, hogy az operandusok típusa egyrészt egy ilyen STDO-stream, ugye ami a C-out-nak a típusa, a másik pedig egy MOS. Nincs ilyen operátor. Hát mit kell tennünk? Definiálnunk kell. Meg kell mondanunk, hogy mit csináljon ez a konkrét operátor, hogyha a bal értéke egy O-stream típusú objektum, a jobb értéke pedig egy MOS típusú objektum. Hát tegyük meg. Definiáljuk. Ugye itt megint pár dolgot most engedjünk el, ugyanis itt majd nekünk egy ilyen O-stream referenciát kell visszaadni, erről majd később beszélünk, hogy miért. Jó. Itt most amit kell, az a, hogy ezt az operátort fogjuk megmondani, hogy mit csináljon. Tehát ezt az operátort, mégpedig egyrészt O-stream jobb értékre, illetve MONS bal értékre. Jó. Tehát mit mondunk meg? Az, hogy ez az operátor, ez a dupla kacsacsőr operátor hogyan működjön, hogyha a bal oldalán O-stream referencia van, tehát C-out például, a jobb oldalán pedig a mi hónapunk van. Tehát pontosan ezt szeretnénk. Jó, hát itt az endelt most engedjük el. Lehet, hogy ezt le is tőlöm, csak hogy egy kicsit láthatóbb legyen. Tehát itt van ugye az operátorunk, dupla kacsacsőr balra. A bal értéke a C-out, ami egy O-stream típusú objektum, a jobb értéke pedig egy hónap, az M, ami ugye a mi típusunk. Jó, és erre mondtam azt, hogy a saját típusainkra meg kell mondani, hogy hogyan működjön egy operátor, mert magától nem fogja tudni. Jó? Nyilván, hogyha integert akarunk kiírni, az már megvan mondva, tehát mondjuk egy integerre, ez az O-stream operátor, ez valahogy így néz ki, int i mondjuk. Jó? És ez már valahol el van készítve, valahol le van írva, hogy ez hogy működik. Ezt nem nekünk kellett megtenni, a C++ fejlesztői ezt megcsinálták. Jó? Oké. De ott is ugye, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk legyen itt egy integer i egyenlő 0, és ezt a integert akarjuk kiírni, akkor ez működik. Tehát ez rendben van. Ugye miért van rendben? Azért, mert ez az operátor O-stream objektumra, illetve integer objektumra már megvan mondva, definiálva van, hogy hogyan működjön.
Jó? Tehát ezt nekünk nem kell megtenni. Mert ez már megvan. Viszont hónapra nincsen, mert a hónap az a mi típusunk, azt most csináltuk meg, hát honnan tudták volna a C++ fejlesztői, hogy nekünk majd szükségünk lesz ilyen operátorra? Hát nyilván nem tudhatták, ezért nekünk kell elkészíteni. Jó? Hát készítsük el, egyébként viszonylag egyszerű dolgunk van, de ezt azért kitörlöm, mert nehogy azt higgye, hogy valami disznóságra készülünk. Jó, tehát viszonylag egyszerű dolgunk van, hiszen egész egyszerűen annyit kell tennünk, hogy erre a output streamre, ami itt a cout lesz, írjuk ki a int m-et, mondjuk, hát ez azért nem a legjobb, de írjon ki valamit, jó? Esetleg írjunk tovább úgy, hogy adjuk meg egy vektorban a hónapokat. Mit szóltok hozzá? Jó? És akkor én ezt így kicsit előkészítettem. Készítsünk ide egy vektort, amiben ezek a hónapok benne vannak. És egész egyszerűen ennyi a neve, hogy hónapok. És ide szépen dobjuk be ezeket. Kicsit kikopi-pészteltem. Jó. Így van. Jó, tehát itt vannak a hónapok szépen fölsorolva. És azt kéne megcsinálnunk, hogy ennek a hónapoknak az aktuális elemét írja ki. Mi történik itt? Ugye az történik, hogy megnézzük, hogy mi a hónap. Ugye? Hát itt mondjuk, ugye, lett egy április, léptettük egy május, itt akkor május van, tehát májust kéne kiírni. Itt az M megjelenik, az május lesz. Május lesz. Kasztoljuk integerre, az ugye 5. 5, ugye? 1, 2, 3, 4, 5. Jó. És itt ugye a mons vektornak az 5-ös számú elemét fogjuk kiírni, ami június. Na jó, akkor valószínű nullától indul itt is a számolás. Jó. De mindjárt kipróbáljuk. Jó. Tehát azt várjuk, hogy itt akkor a mons vektornak az 5-ös sorszámú eleme fog kiíródni, ami itt ugye a május, és ez egy sima string. Jó? Hát stringeket meg tudunk kiírni, tehát az működik, az rendben van. Jó. Na nézzük, adjuk vissza, most különösebb magyarázat nélkül. Ugye a lényeg az itt van, jó? Ezzel most ne foglalkozzunk, hogy miért kell, később beszélünk majd erről. Jó. Na és akkor reményeink szerint ez így most már akkor működni fog. De próbáljuk ki. Lefordul, futtassuk, és kiírja, hogy május. Jó. Hát csak utána dobok egy ilyet. Jó, és akkor így már szépen új sorba írja. Jó, na tehát akkor még egyszer mi történik? Ugye ki szeretnénk írni a hónapunkat, de ugye erre az operátorra nincs definiálva az, hogy hogyan működjön hónapokkal, hiszen a hónapokat éppen most mi készítettük el, tehát ezt a mons típust, ezt mi készítettük el. Nyilván a fordító nem fogja tudni, hogy ez az operátor mit csináljon ennek hatására. Ugye felül kell definiálnunk ezt az operátort, tehát meg kell mondanunk azt, hogy ez az operátor cout balértékre, pontosabban ostream típusú balértékre, illetve hónap típusú jobbértékre hogyan működjön. Jó? És ezt pedig itt tudjuk megtenni. Itt megmondjuk, hogy melyik operátort akarjuk, itt ugye megmondjuk a balértéket, itt a jobbértéket, itt pedig a törzsében megmondjuk, hogy mi történjen, tehát mit csináljon konkrétan. Jó? Amit egyébként a hónapunknál történik az az, hogy paraméterül átadjuk, ugye nyilván a jobb értéke megjelenik itt, itt az m
ebbe az M lokális változóba. Ha mondjuk ez április, akkor ezt kasztoljuk intre, 4 lesz az értéke, ugyanis az a pontosabban 3, ugyanis nullától megy ugye az enum klasszba ugye a sorszámadás 0, 1, 2, 3, az április az 3 lesz, itt akkor megjelenik a 3, és a korábban definiált mons vektornak a 3-as sorszámú eleme fog itt nekünk megjelenni, ami ebbe az esetben ugye 0, 1, 2, 3 az April. Jó? És ezt az April-t itt szépen kiírjuk erre az output streamre, ami itt ebbe a konkrét esetben a cout lesz. Jó. Az, hogy miért kell returnölni, abban majd később megyünk bele, most legyen ennyi elég, hogy valahogy így kell egy operátort definiálni. Az osztályunkat kellene egy picit módosítani, hogy van évünk, viszont innentől kezdve a hónap az most már legyen mons, tehát rendes hónap. Ugye, hát a day az továbbra is int. Jó, és innentől kezdve ide már hónapokat kell majd írni. Picit egyszerűsödik a dolog, viszont azért kell itt javítgatni, hiszen így akkor a konstruktorba már nem integert adunk, hanem hónapot. Ugye? Hát az isValid meg az addday, szerintem az addday mindjárt kiagyaljuk. Ugye a guessMonth innentől kezdve már nem integert fog visszaadni, hanem hónapot. Jó, ez nagyon fontos. Legalábbis reméljük. Ugye, ami helyzet itt javul az az, hogy itt a hiba kezelés már akkor nem fog kelleni. Ugye? Mert hogy most már csak olyan hónapot adhatunk, ami ugye az enum típusban van. És reméljük, hogy ennyi. Hát az eddig ennek itt működnie kell. Ugye annyit kell itt javítani, hogy ez jobb érték legyen. De szerintem alapvetően a többi még akár rendben is van. Itt majd egy picit javítgatunk, de előbb nézzük meg. Jó, és akkor innentől kezdve jöhet egy jó kövér copypasta. Ugyanis ezeket akkor így szépen átrakom, ugye egyrészt kell ez a vektor, kell maga az enum class, illetve kell a két operátor. És ezt nyilván a dátumosztályunk elé tesszük, hogy ugye látszódjon a hónap. Legalábbis remélhetőleg, de fordítsuk le és nézzük meg. Ez a 05-ös date. Ja, hát igen, itt azért kell javítgatni. Jó, hát igen, persze, hát léptetjük a napot, akkor itt már egy picit egyszerűsödik a dolog. Ugye nyilván itt léptetjük enne a nap, oké, itt léptetjük a hónapot, kivonjuk, mi van, hogyha ugye a hónap ugye december, nem, hogyha januárra lép a hónap. Ugye, mert itt léptetjük a hónapot, tehát itt akkor nem nagyobb, mint 12-t kell nézni, hanem hogyha ha januárunk van. Hát ez így még mindig rettenetes, de a semminél több. És akkor a year az jó, viszont a hónapból nem kell kivonni 12-t, mert a plusz-plusz operátor az szépen jól megcsinálja nekünk, amit kell. Jó. Tehát, hogyha a hónap a léptetés után januárra ugrik, akkor léptetnünk kell az évet is. Ennyi itt a teendő. Jó, nézzük meg újra. Jó, akkor itt most ugye azt mondja nekünk, hogy
a mainbe, amikor példányosítunk, akkor ugye itt ez már nem lesz jó, tehát nem számot kell írni. Akkor javítsuk meg ezt is, hogy mondjuk augusztus szeretnénk, akkor itt azt mondjuk, hogy months augusztus. Így van. Próbáljuk ki újra. Na most már jónak tűnik. Futtassuk. Ah, és tökéletes. Mi történik? Ugye inicializáljuk 2020. augusztus 31-re. Szuper. Hozzáadunk egy napot. Nyilván léptetni fogja a napot, léptetni fogja a hónapot. És utána kiírjuk. Ugye a get year továbbra is úgy működik, a get months egy hónapot ad vissza. Jó, tehát itt egy hónap típusú objektum fog megjelenni, de mivel megmondtuk azt, hogy az operátor hogyan működik hónap típusra, ugye itt ezért ez működni fog, tehát rendben vagyunk. És nyilván a get day meg továbbra is ugyanaz, itt egy lesz. Jó. Hát itt picit csinosítok, mert itt már ugye névvel írjuk ki a hónapot, akkor már a pontok nem kellenek. Na. Ja, de oda kell a pont. Igen. Csak kell egy szóköz is. Jó, így. Így már jó lesz. Tökéletes. Jó. Na, úgyhogy picit tovább egyszerűsödött megint a dolog, meg inkább azt mondanám, hogy egyértelműsödött. Hiszen itt akkor már teljesen egyértelmű az, hogy ide az évet kell írni, ide a napot kell írni, bár ezen még majd javítunk egy kicsit, mert ez még így azért nem az igazi. Viszont így akkor a típusunk megint egy picit átlátható, picit egyértelműbb lett, azzal, hogy itt ezt a hónapot használjuk. Alapvetően már ennyit gondoltam, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket.